Az 1997-ben alakult Dzsida Jenő baráti kör a költő életművének ápolása mellett a tagok munkájának, írásainak bemutatását is lehetővé teszi a nyári találkozókon. Idén a dzsidás költők sereg szemléje volt a főprogram. Ahogy dr. Lisztóczky László fogalmazott, ha a kör köré szerveződő, egységes költői csoportról nem is lehet beszélni, a hasonló gondolkodás összeköti őket. Mindenképpen a klasszikus nemzeti és keresztény és humanista és demokratikus értékek vállalásában egyek vagyunk. Egyetlen pártnak sem elkötelezetten, a politika idegen tőlünk és távol van tőlünk. Egyébként, ami az európai keresztény és magyar hagyományból értékes, azt magunkénak valljuk és folytathatónak tartjuk. A találkozó vendége volt Dinnyi és József daltulajdonos, aki Magyari Lajos megzenésített verseit énekelte. Van olyan föld, egy keserű édes, kit megtagadhat bár az ostoba. Egy föld, aki édesanyánk lett, életet adó sosem mostoha. A találkozón, amelyet a Bródy Sándor könyvtár is segített, az elmúlás és a születés is találkozott. Imát mondtak a közelmúltban elhunyt tagok, dr. Gábor László és Magyari Lajos lelki üdvért, illetve megáldották a kör újszülöttjét, Molnár Emmát.